Felgyúlnak a fények Adi városban, tavaly nyáron újították fel a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szakemberei a városrészben található Felhő című alkotást. Bak Imre művét azonban már az esti órákban is megcsodálhatja bárki, hiszen Radnóti Ákos kezdeményezésére a napokban szereltek fel speciális lámpatesteket a Móra iskola elé. Szerettem volna azt is, hogyha az esti időtartamban megvilágításra került, ezt most köszönhetően az útkezelő szervezetnek és a Vilkornak megvalósult. Így este, aki ellátogott erre a térre, most már valóban fényárban úszik ez a szobor, és el kell mondanom azt is, hogy a teret bekameráztuk, tehát itt vigyázunk az értékre, nem csak az iskola véget, hiszen az is nagyon fontos, hogy itt ne történjen olyan bűncselekmény se, rongálás se. Azt gondolom, hogy nagyon jól helyreállítottuk ezt, úgyhogy sok-sok évtizedig ez itt fog állni méltóan. Az alpolgármester hozzátette, nem véletlen, hogy Adi városban számos fiatal művész alkotását helyezték el az utóbbi időben, hiszen nem lehet tudni, hogy kiből lesz a következő Bak Imre. A Kossuth és Munkácsy díjas, a Nemzet Művésze címmel rendelkező festő is fiatal alkotóként készítette el a Felhőt. Úgy gondolom, hogy helyen kell kezelni azokat a dolgokat, amikor egy város területén elhelyezünk új alkotásokat, teret adunk itt Adivárosban és az utóbbi években tehetséges fiatal kortárs művészeknek, nem véletlenül. Attól, hogy még valakinek nincs egyből bizonyos elismertsége, vagy egy szobor megítélése szubjektív, tetszik valakinek, meg nem tetszik, de rendkívül értékes alkotásokká válhatnak, úgyhogy ezért törekszünk itt Adivárosban is a sokszínűségre, hiszen új kortárs alkotásokkal is bővült a városrész két év alatt. Én azt gondolom, hogy Adivárosban sem laknak rosszabb emberek, mint a belvárosban, ahol nagyon sok szoborállítás történt, és itt is követtük most ezt az utat, hogy új köztéri alkotások legyenek, hiszen 30 évig erre nem került sor. Tavaly maga Bak Imre is megnézte fiatalkori alkotását, melyre már jó néhány évtizede nem került sor. A művész számára ekkor is nagy öröm volt a találkozás, vélhetően most még jobban örül annak, hogy Adivárosban már éjszaka is láthatják a Felhőt.